babahordozás és hagyományőrzés. A családi vállalkozás 2009 óta gyárt babahordozó eszközöket, és 2 éve babahordozási tanácsadással és hordozási kiegészítők készítésével is foglalkoznak. Termékeiken ápolják és élővé teszik a magyar népművészet kincseit. Az autentikus minták megőrzése mellett azok továbbgondolása, a mai ember ízléséhez, életviteléhez alakítása motiválja őket. Az a pozíció, amiben ez a hordozó tartja a gyerekeket, az ideális ortoped szempontból. Nem ártalmas, sőt kifejezetten a csípő fejlődésének a szempontjából hasznos. Csak támogatni tudom magát az egész hordozást. A hordozóban a baba egy olyan pozícióban van, ami neki nagyon kényelmes, ortopédiailag megfelelő, és közben test közelben van, amire nagyon nagy szüksége van minden kis babának. Kata, a feleségem kendővel szeretett volna hordozni, meg nem voltam hajlandó azt nagyon viselni, mert nagyon macerás volt fölvenni, és akkor keresett olyan megoldást, amivel én is tudok hordozni, és onnan indult ez az egész vállalkozás végül is, hogy egyet levart, aztán kettőt, aztán még a barátoknak is. 3 gyermekes édesanyja vagyok, az első gyermekünknél már nagyon kerestem a megoldást arra, hogy hogyan lehet mozgékony sportemberként megtalálni azt a módot, ahogy a gyermekemmel könnyen tudok közlekedni, mozogni. Ezért kerestünk egy olyan praktikus megoldást, amit könnyedén, gyorsan föl lehet venni, nem kell különösebben tanulni a használatát. Így aztán megszületett az első babahordozó a második gyermekünk érkezések után, nem sokkal. 2 irány volt a kezdetektől fogva. Az egyik az én személyes grafikáimból kialakuló minták, illetve nagyon fontos volt nekünk, hogy a magyar népi gumokból táplálkozva valami teljesen újat csináljunk. Nagyon precízen kell elkészíteni, hiszen kisbabák hordják, vagyis hát azok ülnek a hordozókban, úgyhogy nagyon kell vigyáznunk a minőségre, hogy a kifogástalan legyen, semmiféle hibát nem követhetünk el, és ezt meg igyekszünk is megfelelni. Elhatároztam, hogy a kislányommal végigjárom a 2 túrát, és a Kata volt olyan nagy lelkű, hogy a túráimra felajánlotta a hordozóinak a kölcsönzésének a lehetőségét teljesen ingyen. Egy túra olyan 3-4 óra hosszú, attól függ természetesen, hogy milyen hosszú a táv, és a babák egész végig egészen nyugodtan vannak, tehát nem hisztiznek, nem sírnak, nézelődnek, hol elalszanak, és ez igaz az egészen pici babákra is.